A gyermekbarát város keretében az önkormányzat támogatásával készült el Agostyán első európai szabály szerinti játszótere. Ehhez azonban a lakosság összefogására is szükség volt, társadalmi munkájára, amit az itt lakók szívesen meg is tettek. Én azt gondolom, hogy ez most egy nagy összefogás eredménye szintén, és ha belegondolunk, hogy egy kisebb település részről van szó, akkor valószínűleg a teljes település gyermekserege fogja használni, tehát még szebb dolog, hiszen egy olyan összefogásnak a gyümölcsét tudtuk felavatni most ezen a napon, amit valószínűleg a nagyszülők, a szülők együtt fognak használni, mert hogy egy focipálya is a része, amit én azt gondolom nem csak gyerekek, hanem felnőttek használhatnak, úgyhogy ez egy közös családi rendezvény helyé válhat. Ez a lényege a gyermekbarát programnak. Én azt gondolom, hogy minden olyan dolog megvalósulhasson, ahol a családok együtt tölthetik a szabadidejüket, és nem csak azzal foglalkoznak, hogy a munkahelyen milyen fontos tevékenységük van, hanem egy pár perc erejéig is, de közösen együtt játszhatnak egy játszótéren. A játékok összértéke 1 millió forinton felüli. Mindig igyekszünk úgy megszerezni ezeket a játékokat, hogy kedvezményesen kaphassuk meg. Mindig olyan időpontban próbálunk beszerezni is, ami kedvezően hat a vásárlásra, hogy valószínűleg nem került most ekkora összegbe. Van, aki nálam is többet dolgozott ezen, és név szerint ki kell emelnem Fodor Tibort, aki az egész ügynek a motorja, a lelkes szervezője volt. Ő volt gyakorlatilag a katalizátor az egész ügyben. Én csak a magam oldalán, amit tudtam fölvállalni, azokban próbáltam segíteni. Magyarul az önkormányzat felé képviseltem ezt az ügyet. A játszótér mellett meg kell említenem a játszótér mögött látható focipályát, mi csak focipályának vagy sportpályának nevezzük, ott még nagyobb volt az összefogás, hiszen ott az egy magántulajdonú területen, Jónás Gábor által felajánlott területen jött létre. Ott sok munka volt, ami helyi összefogással megvalósult. Először bozótirtás, aztán tereprendezés, aztán fűvetés, aztán meg kell említenem, hogy a Günther Kft. És a Vértes út Kft. Segítségével elkészültek a kapuk, a hálótartóvasak. Ezek bebetonozásában is a helyiek közül sokan segítettek. Tehát név szerint nem is tudnám kiemelni, hogy hányan, nem is akarnék senkit kihagyni a sorból, tehát több tucatnyi résztvevője volt ennek a munkának. A Városrész lakóinak közös érdeke volt a biztonságos játszótér, amelyet átadtak a hétvégén. Persze még van tennivaló, és megvan a bővítés lehetősége, terve, amelyet a későbbiek folyamán folytatni is fognak.